Szeretettel köszöntök mindenkit az online térben, a Most a Derkósok beszélnek programunkon, amikor a mai napon négy művész mutatkozik be, Ámer Gergő, Kazi Roland, Gulyás Andrea Katalin és Kicsi Márta. Hogy mi a közös a négy művészben? Nagyon izgalmas, hiszen van egy olyan fogalom, ami mindegyik művészeti munkásságát, illetve Most a Derkón 2021 kiállításon bemutatott alkotásaikat összeköti. És ez az idő fogalma, hiszen Kazi Roland az idővel a Folyamatos jelen című munkájában, kinetikus installációjában nagyon erős, teljesen címében is megfogalmazza ezt, foglalkozik, hiszen a szakító szilárdságot is mutató kinetikus installáció az a folyamatos jelenben lévést, az Einsteinnek a tércsavarodás elméletét, illetve a relativitás elméletét dolgozza fel, filozófikus módon. Ámer Gergő mögöttem látható alkotása az idővel olyan módon játszik, hogy a tér, a régi és az új, az ókori és a mai modern technikáknak a keverését használja fel, az ókori római görög szobrászati eljárások, technikák és a mai témák, illetve technikáknak a keverése. Gulyás Andrea Katalinnál nagyon izgalmasan van jelen az idő kérdése, hiszen az idő szorításában vagyunk, ahogyan a pillanatszorítók szorítják az ő magukat, a pillanatszorítókat a két olajképén, illetve az installációjában, a homok installációjában pedig a Mezőszemere nevű település, művészek által gyakran sűrűn lakott településnek a házait, az egyes házait, a még meglévő, illetve romokban lévő részben romba dőlő házakat homokból ábrázolja. És Kicsi Márta pedig az időt, azt a történelemnek a traumáin keresztül értelmezi, hiszen a múlt és a jelen együtt van a munkáiban. A történelmi traumák, 20. század történelmi traumái, az elnyomó rendszerek, a náci rendszer, illetve a szocialista rendszernek a elnyomási diktatúrája jelenik meg benne, illetve a modern kori megfigyelési technikák, ahogyan a szocializmusnak is a besugó hálózata, illetve a mai megfigyelési technikák, a mindent felvevő és mindenütt jelenlévő online kamerák, és érdekes módon a munkája felett éppen egy kamera látható itt a kiállítótérben. És ez az a fogalom, ami mind a négy művésznek a munkásságát itt a Derkó 2021 kiállításon összeköti. A végtelen felé szágodó nyilvessző, ami a pillanatok sokaságában ragadva soha nem éri el a céltáblát. Ha a célig tartó út felét megteszi, még mindig előtte van az út másik fele. Ha annak a felét megteszi, akkor a következőnek a fele. És így tovább. A nyíl előtt lévő távolság a végtelenségig felezhető. A nyílveszőt kilőtték, úgy látszik mozgásban van, de egyre csak lassul. Talán már nem is mozog. Nyugalomban van. A tér kitágult, a pillanat befagyott. Azt mondja Berkeley, hogy a képzeteinkben kialakított ideák nem létezhetnek másként, mint az őket észlelő elmében. Ezen kívül pedig nem létezhet anyagi világ. Tehát, ha éppen nem észlelem a nyilvesszőt, az nem is létezik. Akkor ez kiterjeszthető az időre is, mivel csak a pillanat valóságának észlelésében lehetünk bizonyosak. De tényleg csak a szellemi folyamatok valósága létezik? Niels Bohr szerint az elektronnak csak abban a pillanatban van meghatározott helye, amikor megmérjük a pozícióját. Mielőtt azonban ezt megtennénk, csak lehetséges pozíciói vannak, amit egy valószínűségi hullám ír le. Amikor egy elektron helyzetét megmérjük, nem a valóság egy objektív, korábban létező részletét ismerjük meg. Tehát a mérés folyamata szerepet játszik magának a valóságnak a létrehozásában. Így a kvantummechanika is feltételezi, ha senki sem nézi a nyilvesszőt, nem tudhatjuk, hogy valójában ott van-e. Most menjünk még közelebb.
Ha minél jobban belenagyítunk a tér szövetébe, egy bizonyos fok után az már olyan csavarodottá és torzultá válik, hogy a tér és az idő megszokott fogalmai érvényüket vesztik. Egy ilyen nagyításban a háromdimenziós terünk további 6 rejtett dimenzióval bővül, legalábbis ezt mondja a Hoore-elmélet. Ha tegyük fel, egy ilyen térben sétálunk, testünk szó szerint keresztül haladna mind a 9 dimenzión, gyorsan és ismétlődve bejárná az egész alakzatot. Kívülről nézve azonban úgy tűnik, mintha a 6 extra dimenzióban egyáltalán nem is mozogtunk volna. Ebben a tartományban az időnek valamiféle szemcsés szerkezete lehet, szorosan egymás mellé helyezett individuális pillanatokkal, amelyek azonban nem olvadnak össze egyetlen kontinuummá. Természetesen az ember pillanatai nem végtelenek. Az érzékeinkkel az idő könnyen megcáfolható, de ésszel már nem, hiszen annak lényegétől már elválaszthatatlan az egymás utániság fogalma. Bergson ezt valóságos tartamnak nevezi. Azaz minden percepció emlékképekkel olvad össze. Legtöbbször az előző pillanatok emlékképeivel, ami azt jelenti, hogy a pillanatok nem válnak külön, hanem az emlékezet segítségével összeolvadnak és kiterjednek. Ebben a pillanatban pedig a nyílvessző a céltáblába csapódik. Ámér Gergő vagyok, idén 3. alkalommal nyertem meg a Derkovics Gyula ösztöndíjat. 2017-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. Mestereim voltak Kő Pál, Gárhidi Péter és Sallai Géza. Idén a Derkovics Gyula ösztöndíjasok kiállításán a Krepuszkuló című munkámmal vagyok jelen. Ez az eddigi legnagyobb kompozíció, amit valaha készítettem. Tavaly mutattam be először a Partenon Friszterekben, egy önálló kiállítás keretein belül. A kiállítás címe Back to the Nature volt. Ennek a kiállításnak az alapgondolata a természet iránti vágyra, vágyakozásra épül. A műcsarnokban szereplő Krepuszkuló a nevét Amerikai kápolnában található két síremlékszobor, Medici síremlékszobor allegorikus figuráinak az egyikéről kapta. Krepuszkuló olaszul annyit tesz, hogy alkonyat, szürkület. Gyakorlatilag egy ilyen életérzést szerettem volna ezzel így megragadni, ami benne van mondjuk a visszavágyódás a múltba, vagy egy más időségbe való vágyakozás. Gyakorlatilag van benne egy ilyen retro elem, ez a Mercedes csomagtartó, amin ez a teljesen klasszikus, szinte antik figura torzó foglal helyet. A Mercedes csomagtartóról annyit kell tudni, hogy éveken keresztül, hogy jártam az Epeskertben egyetemre, ez egy régi Mercedes rostokolt ott hosszú ideig, és minden egyes alkalommal, amikor bementem az Epeskertbe, akkor mindig megcsodáltam ezt a Mercedes-t, és arra álmodoztam, hogy vagy ábrándoztam, hogy hol járhatott ez az autó. És gyakorlatilag ez az inger volt az, ami így végig dolgozott bennem, és tudtam azt, hogy van valami elképzelésem, mert volt elképzelésem vele, csak pontosan hogyan tudnám ezt realizálni, azt még nem tudtam. És volt egy ilyen kompozíciós kísérletem ezzel a kis antik torzóval, ami rajta ül. Ezt gondoltam, hogy összepárosítom a Mercedes csomagtartójával. Lehet asszociálni, akár ez lehetne egy szarkofág is, vagy még lazábban lehetne, akár ez egy kis sziget, vagy egy ilyen nyugágy, vagy bármi egyéb, ami igazából, amin az ember így meg tud pihenni. Ebből a dologból tulajdonképpen arra gondoltam, hogy olyan lehet, hogy régen így a falakra lehetett ragasztani ezeket a pálmafás képeket, ugye így a nappaliban nagyon nagy divat volt, és rengeteg ilyet láttam is gyerekkoromban. Ez a pálmafa, ami tulajdonképpen a vágyakozásnak, az elvágyódásnak, az exotikumok iránti érdeklődésnek a tárgya, de ezen túlmenően ez az elveszett paradicsomnak a képét is magában hordozza, ahol az ember vágyik a civilizáció elől. Igazából a szobor úgy jön létre, hogy öntvényeket hozok létre, és öntvényeket veszek különböző testekről, formákról, ezeknek a gyakorlatilag az asszamblázsa adja, ennek az összepárosítása adja gyakorlatilag a szobornak az együttesét.
és így jön létre tulajdonképpen a szabad asszociáció is, amit a szobor rejt vagy hordoz. Gulyás Andrea Katalin vagyok, idén másodjára kaptam meg a Derkovics Gyula ösztöndíjat. A felsőfokú tanulmányaimat Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán kezdtem 2008-ban elektronikus ábrázolás szakon, viszont az első évet követően rádöbbentem, hogy igazából sokkal közelebb állnak hozzám a manuális kifejezési módok, ezért a második évet már képgrafika szakon folytattam, ahol 2012-ben szereztem BL diplomát, viszont ebben az időben már leginkább csak festettem. Az alapképzést követően pedig elvégeztem a vizuális és környezetkultúra, illetve tehetségfejlesztő MA szakot, és ekkor szerencsére kaptam egy kis műtermet a főiskolán, ahol továbbra is a festészettel foglalkoztam. Ekkor kezdtem bele a Minden rendben van című sorozatomba, mely során szétszedett vagy kifordított tárgyakat ábrázoltam, illetve olyan helyzeteket rendeztem újra, amelyek már a hétköznapi életünknek a részeseivé váltak. Az analizáció-szintetizáció kapcsolata, az entrópia és a különböző rendszerek kifordítása azóta is sokat foglalkoztat. Alapvetően jellemző rám, hogy párhuzamosan több sorozatot is készítek. Van, hogy pihentetek egy-egy témát, ilyenkor hajt az újdonság, a friss téma iránti vágy, aztán később, mikor visszatérek egy-egy régebbi témához, sokszor egészen új megvilágításba kerülnek a korábbi ötletek, friss asszociációk és képzettársítások jelennek meg, vagy esetleg egy teljesen új oldaláról látom az adott dolgot, egy olyan oldaláról, ami esetleg korábban rejtve maradt előttem. A festés mellett installációkat is szoktam készíteni. Ezekben sokszor megjelenik a játékosság, mint például a Marokkó című installációmban, melyet a közmunkások által egymásra dobált és ott felejtett szerszámkupac inspirált. Jelenleg a Derko kiállításon is látható egy homok installáció. Az installáció címe az, hogy Mező Szemerre. Ez egy szójáték, ami a jelenlegi lakhelyemre, Mező Szemerére utal. Mint oly sok peremvidéki településen, úgy Mező Szemere faluképén is látszik a szegénység, az enyészet új lenyomata. Az utcákban a gondozott porták sorát sokszor már törmelékké vált házramok teszik fokíjassá. Egy ilyen stilizált utcakép jelenik meg a homokból készült installációmban, ahol a hanyatlás metaforájaként megjelenő homok utal a tárgyi és a társadalmi összekötő elemek szétporladására. Az installáció mellett két nagyméretű festményem is szerepel a kiállításon, ahol szintén a pillanatszorító, mint eszköz jelenik meg. A Szorítunk című képen egy monokrom focilabdát tartanak össze ezek a tárgyak, mely így végül is funkciójától megfosztottá válik, hiszen elrúghatatlan. A másik képemen pedig egymást szorítják a pillanatszorítók, mely bizonyos szempontból egy paradox helyzetet szül, hiszen a funkciója szerint valójában megfelelően használt tárgy mégsem azt a szerepet tölti be, mely a hasznosság szempontjából optimális volna. A 2020-as év az eddigi legfurcsább évem, vagyis évünk volt. Sajnos a korlátozások miatt meglehetősen megnyírbáltá váltak a kiállítási lehetőségek. Furcsa kettőség jelent meg azonban az online kiállítások, vagy az online műterembejárások megjelenésével. Egyrésztről sokkal személytelenebbé válnak így az események, hiszen nincsen személyes kontaktus, a művész nem kap pozitív visszacsatolást, esetleg csak virtuális lájkok és szívecskék megjelenésével. A befogadó pedig csak egy árnyékot lát a műből, egy ilyen megfoghatatlan pixelekből álló, vagy fénypontokból álló virtuális műtárgyat. Mégis én személy szerint örülök ennek a változásnak, hiszen
az elmúlt 10 évben Mezőszemerén lakom Budapesttől távol, és ugyan a vidéki létnek sok pozitív hozadéka van, viszont mégis azért egyfajta izolációt jelent az online tér kinyílásával ez a távolság áthidalhatóvá vált. Sziasztok! Kicsiny Márta vagyok, első évfolyamos Derkovics díjas. Most ebben a videóban bemutatkozok nektek, hogy mesélek egy kicsit a kiállított munkáimról. Tavaly végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, és emellett, vagy eközben Edinburgh-ban is voltam Erasmus-szal, és előtt egy évig Angliában tanultam egy művészeti egyetem alapozó képzésén. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen festőszakra jártam, és Révész László volt a mesterem, akit sajnos most, aki tragikusan elhunyt, és őt gyászoljuk most. A kiállításon kiállított munkáim, azok három nagyon különböző mű, vagy legalábbis kettő eléggé különböző mű, de három van, és az egyik egy régebbi rajzom, aminek az a címe, hogy a lépcsőház, és egy lépcsőházat ábrázol, amiben minden építészeti elem messzen emberi test által van megalkotva. És amúgy ez egy nagyon nagy vászonrajz, vászonkép, amire rárajzoltam ceruzával. És ez azért izgalmas, mert hogy számomra arról szól, hogy amikor rájössz, hogy egy olyan társadalomban vagy, és hogy egy olyan kultúra határozza meg az identitásodat, ami mások kizsákmányoláson alapult, hogy ez milyen érzést kelt, illetve hogy az ember legszívesebben kimenekülne saját kultúrájából, saját otthonából, de viszont ezt nem teheti meg, mert közben meg ez az, ami a identitásunkat meghatározza. Ezt részve azért is készítettem, mert hogy félig angol vagyok, és annak a kolonialista örökséggel való szembesülés során készítettem ezt a munkát. És a második munka az Operatív Tekintet című diplomafilmem, és ez azért izgalmas, mert hogy egyszerre a szocialista rezsim megfigyelő rendszeréről és a kortárs tér megfigyelő kamerákról szól, és az a célom ezzel, hogy így igazából szembesítsem a nézőt azzal, hogy akkor is és most is megfigyelnek minket, és hogy ez milyen pszichológiai folyamatokat indít el bennünk, mint az öncenzúrázás, a bizalmatlanság, és ezzel azért foglalkozok, mert próbálom megérteni a magyar társadalmat, meg a kortárs társadalmat is. Igazából az eredetileg egy rövid film lett volna, amit igazi emberekkel forgattam volna le, és igazi stábbal, viszont közben jött a Covid, és ezért pont a forgatás előtt mindent le kellett állítani, és akkor ott ültem a semmiben a karanténban, és akkor így rájöttem, hogy amúgy ezt akár 3D-be is meg lehetne megcsinálni, így a karantén első napjától fogva elkezdtem magamat tanítani, és akkor így másfél hónap után el tudtam készíteni ezt a filmet, és ezt láthatjuk. Ennek eredetileg más volt a formátuma, viszont végül rövid film lett, és hallhatunk egy ügynök jelentését, amit ez egy fiktív ügynök jelentése. A C-személy idegesen érkezik a 7. váróterembe. Leül. Vár. De a szocialista rendszer szak zsargonját használja, és egy portás bácsit kértem fel, hogy olvassa fel, és szerintem nagyon találó a hangja. 10:36. A C-személy behívják. Bemegy a 7-es terembe. 10:37. Működési hiba a videó poloskáknál. Semmi nem látszik, gyanús körülmények. A harmadik mű pedig egy lightbox, amire egy digitális nyomatot helyeztem rá, amiben így a diplomamunkám 4 fő helyszínét lehet látni. És ez szerintem izgalmas, hogy így táblaképszerűen jelenik meg, és így jobban szemre tudjuk venni ezeket a helyszíneket, és jobban el tudunk ezen gondolkozni.
És ez aztán amúgy egy újabb irányt indított el a művészetemben, amiben digitális nyomatokat is készítek, tehát állóképeket 3D-ből, és amúgy szerintem ez az egész, azt, hogy elkezdtem 3D-zni, ez szerintem egy nagyon izgalmas példája annak, hogy a COVID hogyan tudhatni így a művészeti életre, és nyilván az, hogy nem tudtuk ezeket, vagy nem tudtunk így együtt lenni művészek, meg nem tudtunk kiállítani szélesebb közönségnek, megmutatni a munkáinkat, műtermekbe dolgozni, ez mindenképpen hatott a magyar művész, a világ művészetére, de szerintem biztosan, hogy izgalmas szempontokból is, és hogy jól abban el tudtunk gondolkozni, hogy mit is akarunk csinálni, és hogyan. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy onnan meg tudjátok nézni a kiállítást. Sziasztok!